Mindig hálátlan dolognak tartottam utoljára megszólalni, de szeretném, hogyha most egy pályátlítító előadást tudnék produkálni nektek, és ti ugyancsak élveznétek. Papp Dávid vagyok, egy nyitott innovációs műhelyet, a FabLab Budapestet képviselem itt. Ennek a műhelynek a célja a digitális gyártás technológiának, a digitális alkotásnak való hozzáféréshez történő technológiáknak a demokratizálása. Ez a műhely, ez nem egyedülálló a világon, egy nemzetközi hálózatnak vagyunk a része. Mit csinálunk? Nálunk kísérletezni lehet. Tanulni lehet tervezést, gyártást, barkácsolást, elektronikai prototipizálást, és megismertétek azokat a területeket, amelyeket a szakmátokból kifolyólag meg kell, hogy ismertek mérnökként, a határterületeket. Amikor lejönnek hozzánk az emberek, akkor mindig kreatív, innovatív projekteket kell mutatni, ezért én olyan projekteket hoztam, ahol state-of-the-art innovációs technológiákat használunk digitális gyártás segítségével. Például Gizi konyháját. Ezek a technológiák ezek nem csak megismerhetők, hanem könnyen elsajátíthatók a használatuk. Ezt a konyhát, ezt egy kismama, egy fotós kismama készítette nálunk, lézervágót használt, mechanikus megmunkáló eszközöket. Ezzel a képpel szeretném bizonyítani, hogy ezek a technológiák ezek könnyedén elsajátíthatóak, és lehetősége van bárkinek, hogy ezeket megtanulja. Nagyon sok olyan tárgy van a közelünkben, amiket manuálisan is létre lehet hozni. Ez egy jó példa arra, a Monorianitának a kollekciója, amit nálunk CNC marógéppel alakítottunk ki, a Gibzula pozitívját. Gyakorlatilag egy digitálisan tervezett, egy digitálisan létrehozott tájról van szó, amely utána egy porcelán kollekcióban öltött testet. Különböző megmunkálási technológiák férhetők hozzá nálunk. CNC megmunkálás mellett a legtöbben 3D nyomtatás miatt érkeznek le hozzánk. Több különböző 3D nyomtatási technológia az, ami hozzáférhető nálunk. Nem csak teszteljük ezeket a berendezéseket, hanem tanítjuk ezeknek a használatát. Itt egy kísérleti fázisban lévő 3D nyomtatónak a prototípusának az egyik tesztnyomatát láthatjuk, ahol a legnagyobb felbontással és gyakorlatilag a teljes nyomtatási térfogatot egy tengely mentén kihasználva hoztunk létre egy olyan alakzatot, amit a gyártó szerint nem lehetett volna létrehozni. Ez egy Eiffel-torony, mindegyik tengelyen 25 mikronos felbontást értünk el vele, ezzel is mutatva, hogy az additív gyártásnak nagyon sok lehetősége van, akár még egy desktop szintű eszközzel is. Mondtam, hogy a FabLab-nek a kulcsa a kísérletezés, és a kísérletezés mellett nagyon fontos, hogy ezek a technológiák, ezek bárki számára hozzáférhetőek legyenek, minden FabLab be van ágyazva az őt körülvevő környezetbe, és igyekszünk, hogy ezeket a technológiákat a társadalom, illetve a rászorulók részére is felajánljuk. Együttműködünk az Enable-lel, és különböző protéziseket fogunk nyomtatni, illetve nyomtatók számokra jelenleg is, illetve lehetőséget biztosítunk a kísérletezésre. Egy nagyköveti program lévén Kiskéri Dániel, MOMI és mesterképzésben résztvevő hallgató egy kinetikus Hexaubi névre keresztelt páncélt készít nálunk, gyakorlatilag kihasználva azt az infrastruktúrát, amit tudunk biztosítani neki additív gyártás részéről. Nagyon sok márkát látunk el technológiával. A CNC megmunkálása, a 3D nyomtatás mellett ugye lézeres megmunkálási technológiával rendelkezünk, így gyakorlatilag a nagyon egyszerű jelöléstől a papírvágásig, a nagyobb, komplexebb alazatoknak a kivágásáig tudunk segíteni, és a célunk az, hogy ezeket a technológiákat kombináltan lehessen használni. Szeretünk kísérletezni. Háromdimenziós formákat létre lehet hozni sík alakzatokból. Ez egy terepmodell, aminek a 3D modelljét letöltöttük, és elkezdtünk kísérletezni, hogy hogyan lehet létrehozni sík alakzatokból nagyobb formákat, és miért jó, hogy az ember kísérletezik. Azért jó, mert hogyha emlékeztek a kisfilmben, a VP Betonnak a kisfilmében erre a még el nem keresztelt alakzatra, gyakorlatilag a Péterik azzal kerestek meg minket, hogy 3D szkenneljük magát az alakzatot, ami létrejött, és utána bontsuk fel valamilyen technológiával gyárthatóvá téve ezt az alakzatot, és gyakorlatilag mi 3D szkenneltünk, visszafejtettünk, és egy olcsó, egy relatíve olcsó gyártás technológiával ezt létre tudtuk hozni. Elektronikai prototípus gyártás, programozást használunk szintén lehet tanulni, Harsányi Rékát azt nem kell bemutatnom, mert elő is adott itt az előbb a Pecsa kutyán, Arduino mikrovezérlőknek a programozását lehet nálunk megtanulni, de ha valaki szeretne egy kicsivel mélyebben a robotikában, esetleg a programozásban elmélyülni, akkor erre is megvan nálunk a lehetősége. Ez egy általunk fejlesztett, általunk összeépített robotplatform, aminek a célja az, hogy magasabb programozási nyelveket is el lehessen sajátítani,
és kiváló játék is egyben, ezt jól mutatja a két úr, aki még a Google Grandon a 3D nyomtatós videósokunk előtt gyakorlatilag lemerítette az akkumulátort játék közben. 3D szkennelünk, talán a Feblennek ez az egyik legnagyobb erőssége, különböző technológiákkal dolgozunk, struktúrált fényszkennelre szkenneltük be ezt az újat, kontaktszkenneltük be az érmét, illetve fejlesztettünk egy saját 3D szkennert, ami fotogrammetria elvén gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt képes emberi testeknek a beolvasására. Nem csak a technológiát szeretnénk közelebb vinni az emberekhez, hanem a természettudományokat, ezért befogadtunk egy kezdeményezést, amit Open Science Labnek hívnak. Az Open Science Labnek a célja az volt, hogy a biológiát, illetve a kémiát, az ne csak azok számára, ne csak azok tudják használni, akik ezzel foglalkoznak, hanem művészek, építészek, akik ezeket a területeket szeretnék mással ötvözni. Itt egy Gloria nevű projektnek egy bemutatója látható, amikor E. coli baktériumok módosítva bizonyos környezeti hatásokra látható fényt bocsájtottak ki, az, hogy ez miért jó, ezt el tudom mondani. Egy műhelyet képviselek, ez a műhely az eszközökből áll, de az eszközök azok önmagukban nem érnek semmit, szeretném bemutatni a csapatomat, Veres Székely Vidort, illetve Varga Pétert, és azok az eszközök, amik nálunk vannak, szakértelmi segítség nélkül igazából nem érnek semmit. Hogyha kapok tapsot az előadás végén, ez legalább annyira szól, mint nekik, nekem, mint nekik, és még annyit szeretnék elmondani, a műhelyünk az idén 5 éves, erre azért lehetek büszke, mert ezt a műhelyet gyakorlatilag a semmiből hoztuk létre, és az elmúlt 5 év az nagyon sok érdekes projektet, illetve nagyon sok kihívást tartogatott számunkra, biztos vagyok benne, a következő 5 év is nagyon sokat fog tartogatni, és szeretném, hogyha 5 év múlva a 10 éves Fabla Budapestet is lenne lehetőségem bemutatni itt a Pecsakutyán. Köszönöm szépen a figyelmet!